Jó éve van a magyar kézilabdának, miután az összes korosztályos válogatott részt vehetett világversenyen, ami viszont az utánpótlásra irányítja a figyelmet, különösen a Boglári Nemzeti Kézis Akadémia beindulásával. A sportág szakmai vezetője és a MOB legutóbbi konzultációján Erdély Gábor doktor, ortopéd sebész, a férfi válogatott orvosa jelezte a felgyorsuló játék sérülés veszélyeit és a megelőzés ifjúkori fontosságát egyaránt. A doktor úr az első vendégünk, ma jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És kezdjük ott, hogy ha felgyorsult a játék, akkor evel együtt mennyit nőtt a sérülések száma, meg a veszély, és melyek a tipikus a gyorsulásból következő sérülések? A kézilabda sportág rendkívül dinamikus, nagy sebességet igénylő sportág, mind aerob, mind anaerob képességeket igényel. Gyakorlatilag a teljes test részt vesz a mozgásban, így a nagyon gyakran találkozunk az alsó végtagi boka tért sérülésekkel, mint fej fölötti karmozdulattal járó dobó sportág, így a vállizület sérülései, de a test-test elleni küzdelem kapcsán a kéz kisizületi sérüléseivel is gyakran találkozunk. Ma ebben a felgyorsult kézilabdában melyek a legrettegettebb sérülések? A hosszú kihagyást igénylő sérülések a legrettegettebb sérülések, így a térdizület komplex nagy szalag sérülései, illetve a vállizület különböző sérülései, rotátorköpen sérülés, illetve hosszú sportkarrier esetén a dobóvál betegség. Uh-huh. Na most az orvostudomány és az orvoslás az ezt a felgyorsult játékot milyen módon tudja követni? Hát ugye ezt nem csak a játékosnak, meg az edzőnek, hanem a teljes stábnak követnie kell és illik, hogy bírja a tempót. Az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag minden komolyabb sportág kidolgozott a saját sportágára, sportág specifikus sérülés megelőző programokat. Ilyen programok a kézilabdában is ismertek. Ezeket használunk és népszerűsítjük ezeket. Nagyon-nagyon fontos ezeknek a megléte, ezekkel részben meg lehet előzni bizonyos típusú baleseteket, részben pedig magában a rehabilitációban is nagyon jól tudjuk ezeket a programokat használni. Ez például önök a kézilabdában itt Magyarországon mikor kezdték el kidolgozni? Több mint 10 évvel ezelőtt jelentek meg először ezek a programok. Először skandináv országokból kaptunk megfelelő útmutatást, videó programokat, bemutatókat, és több nagy klubcsapat is elkezdte a válogatottak mellett használni ezeket a programokat. Nagyon fontos, hogy ezek a mindennapi élet részévé váljanak, és az utánpótlás nevelésben is megjelenjenek. Igen, mindjárt majd beszélünk erről, és még hadd kérdezem, hogy az, hogy egy játékos ilyen megelőző, sérülés megelőző jellegű tréninget, vagy erre hangoló munkát is végez, amellett fontos az, hogy a játékos fejben is legyen tisztába, hogy milyen sérülések fenyegetik, hogy mit kell elkerülnie. Tehát arra gondolok, hogy a tudatos, tájékozott játékosnak nagyobb esélye van a sérülések elkerülésére, mert vannak véletlen helyzetek, de ezen túlmutatóan. Az utánpótlás nevelés kérdésére ezzel azt mondja, hogy áttérnék, igen. Nagyon fontos az egészségnevelés és az egészségkultúrára való nevelés, tehát hogy pontosan tudja a játékos, hogy azzal, hogy egy professzionális sportkarriert elkezd, azzal mit vállal, milyen típusú sérülések fordulhatnak elő, egy hosszú sportkarrier milyen sportkárosodásokkal járhat, és ezeket hogyan lehet megelőzni. No, viszont akkor itt bejön egy első hallásra, lehet, hogy furcsa, de mégis fontos dolog, táplálkozás. És a táplálkozás is nagy mértékben befolyásolhat egy bokasérülést is, igaz? Mindenfajta sérülést természetesen. Tehát az ifjúság nevelésben, az utánpótlásban a dietetikai tanácsadásnak is nagyon fontos szerepe van, és ennek is meg kell jelennie az ő életükben is. Ennek a megelőző munkának az utánpótlásban való alkalmazásával hogy állnak? Ez az, amire utalt ezen a MOB konzultáción, hogy ez ennek kiemelt fontosságot tulajdonít a következő időszakban. Amikor valaki a felnőtt bajnokságba bekerül, vagy a felnőtt válogatottba bekerül, akkor már kialakult szokásai vannak,
egy valamilyen fajta életformát él, amin nagyon nehéz változtatni. Nagyon fontos, hogy a megfelelő nevelést akkor kapja meg, amikor fogékony még erre a dologra, és ebben nagyon fontos a táplálkozástudományi szakemberek feladata is. Azért ez megütött a filmet, azt mondta, hogy már a válogatottba kerülő kialakult életformát élnek. Ugye ez nyilvánvalóan a válogatott orvosaként is nagyon régóta dolgozik velük, ismeri ezeket az életformákat, és hogyha bekerül egy újabb fiatal játékos, akkor felteszem ott is tájékozódik, és hát azért megpróbál, amit lehet átállítani. Természetesen. Tehát egy csapathoz való tartozáshoz hozzá tartozik az is, hogy az ottani normákat fel kell venni, és így az életformát is, a táplálkozást is úgy kell csinálni, hogy ez a lehető legoptimálisabb legyen. Nem arra akarom kérni, hogy árulkodjon, de azért áruljon el tipikus dolgokat, hogy milyen a kézilabdázóknál általában milyen olyan kilengések vagy fegyelmezetlenségek vannak az életformában, ami tipikus. Például gyakran lehet hallani, hogy azért vannak kézilabdázók, akik azért néha elszívnak egy-egy cigit. Vagy akár többet is. Hát igen, van. Sajnos vannak dohányos kézilabdázók is. Az utóbbi években nagyon sokat változott pozitív irányban ez a dolog. Tehát mind a dohányzással kapcsolatosan, mind a táplálkozási ismeretekkel kapcsolatosan nagyon pozitív irányba léptünk előre, és igazából nagyon nagy problémáink ilyen vonatkozásban nincsenek jelenleg. Tehát jók a trendek. Igen. Ha a fiatalokat nézzük, akkor például az, mert ugye a szűrésről meg nem ejtettünk szót, jelen pillanatban a magyar kézilabda, meg majd az akadémián, ez az utánpótlás bázis milyen adatokkal, milyen statisztikákkal rendelkezik a fiatal magyar tehetséges játékosokról? Nyilván az utánpótlás bajnokságokból kerülnek ki azok a fiatal tehetséges sportolók, akik a Boglári Kézilabda Akadémia hallgatói lesznek. Ahhoz, hogy oda bekerüljenek, ahhoz egy rendkívül komplex orvosi és fizikális vizsgálaton túl kell, hogy jussanak. Ez egyfajta segítséget nyújt. Nyilván támaszkodnunk kell az utánpótlás bajnokságok körül levő sportorvosi szűrésekre, és a játékosokat adó klubok edzőinek a tapasztalatára, amiből azért sokfajta információt ki lehet szűrni. Azt mondja meg, doktor úr, hogy mennyire látja a magyar edzőket a hátországban fogékonynak arra, hogy a sérülés megelőző gyakorlatokat, tréningeket, mozgásformákat beépítsék a mindennapokba, a saját munkájukba? Ez a folyamat egy lassú folyamat. Uh-huh. Tehát nem egyik pillanatról a másik pillanatra, a varázsütésre alakul át. Hosszú idő, mire a mindennapok részévé válnak az ilyenfajta gyakorlatok. A világon általában az ilyenfajta sérülés megelőző tréningek először rehabilitációból kerültek át a sportba, így gyógytornászok, fizioterapeuták, rehabilitációs szakemberek kezdték el ezeket végeztetni, és idő kell ahhoz, hogy az edzőképzésben ez megfelelő helyen megjelenjen, illetve a már végzett edző sportársak mindennapi rutinjában is megfelelő helyet kapjon. Egy részletkérdés, erről néha szoktunk itt beszélni, hogy például ön orvosként mennyire támogatja a sérülések megelőzésére ezeknek a bokai térvédőknek a használatát akkor, fiatalkorban is akkor, hogyha nem sérült a játékos megelőzésképpen? Ezek a rögzítők, ezek bizonyos típusú sérülések megelőzésére alkalmasak bizonyos emberekben. Tehát attól, mert valakire feladunk egy bokarögzítőt, nem biztos, hogy el fogja kerülni a bokasérülést. Sokkal fontosabbnak tartom azoknak a mozgásformáknak a megtanulását, amivel el lehet kerülni magát a sérülést. És akkor a végén még most akkor ugorjunk viszont az idősebbekre, úgymond az öregekre. Mi a helyzet
azzal a generációval, akik ugye ma a magyar válogatott derékhadát meghúzó társaságát adják, akiket Mocsai Lajos el szeretne vinni Rióig, és ki kell tartaniuk, amíg az újabb generáció szakadék miatt belenőnek majd a fiatalok. Ezeknek a rutinos válogatottaknak a terhelésére van önnek külön rekreációs terve? Ez mennyiben jelent nehéz feladatot? Vannak-e olyan tipikus sérülések, amit így 30 fölött nagyon oda kell figyelni? Mert ha csak emlékszünk például Császár Gábor Bokká az olimpián, és ez sok-sok ilyen sérülés, amikor sorozatterhelés következik. Szóval ezzel mi a helyzet? Ez mekkora feladat önnek? A sportrehabilitációban nagyon fontos az időfaktor. Az időfaktor egyfelől egy rövid távú programot jelent, hogy minél hamarabb vissza tudjunk valakit állítani a sportpályára. Másfelől van egy hosszú távú időfaktor is, hogy hogyan tudjuk hosszú távon a sportképességét megtartani. Egy idősebb játékos, aki évek, sőt évtizedek óta gyakorol egy sportágat, mindenképpen olyan terhelést kap, ami kapcsán megjelennek bizonyos, nevezzük degeneratív elváltozásoknak a szervezetében. Ezek a sport ártalmak témakörébe tartoznak. Ezeknek a megelőzésére nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Nagyon fontos, hogy mind a táplálkozásban, mind a sérülés megelőző tréningekben a lehető legoptimálisabb utat járjuk, és a sérüléseik vonatkozásában pedig valamiben, tehát azért eltérő a junior korosztály és az ilyen idősebb 30 év körüli játékosoknak a kezelése sokkal gondosabb törődést igényel. Hát akkor doktor úr, sok sikert önnek a felvilágosításban, meg hát a társaság egyben tartásában, összerakásában, majd például a legközelebbi Európa-bajnokságon. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálam. Köszönöm szépen.